Keruk sorozat, 24. előadás, tárgyilagosság. A legutolsó alkalommal merész megállapításokat tettünk. Kijelentettük, hogy a lelkek megkülönböztetését maga a Szentlélek végzi bennünk. Márpedig a Szentlélek Isten, és Isten nem tévedhet. Levonhatjuk ebből azt a következtetést, hogy a karizmatikus megkülönböztetés tévedhetetlen. Nos, igen és nem. Egyfelől igen. Mert Jézus megígérte egyházának, amikor pedig eljön az igazság lelke, ő elvezet majd titeket a teljes igazságra. Nem történhet meg, hogy Jézus egyháza elveszít valamit a rábízott igazságba. Másfelől azonban tagadó a válasz, a karizmatikus megkülönböztetés nem tévedhetetlen. Mert a Szentlélek a földi életben nem cselekszik bennünk teljes közvetlenséggel, hanem saját emberi képességeinken keresztül. Ezek pedig mindig működhetnek hibásan is. Loyolai Szent Ignác külön figyelmeztet bennünket arra, hogy a Szentlélektől lángra gyújtott képességek hajlamosak saját konstrukcióikat összetéveszteni az isteni igazság lényegi magvával. Hogyan lehet ezt az igent és nemet összeegyeztetni? Itt kap szerepet az egyház hierarchikus struktúrája. Protestáns testvéreink ennek szerepét talán önkényesnek tartják, pedig mindazon szégyenletes emberi visszaélés ellenére, amely a történelem során a hierarchikus hatalommal történt, az inkvizíciótól a fizetett búcsúcédulákig, egyedül ez a struktúra nyújt garanciát az annyi kárt okozó karizmatikus szubjektivitással szemben, amelyben mindenki önkényesen a saját véleményét azonosítja a Szentlélek vezetésével. Három elvet kell világosan megfogalmaznunk. Az első elv, amit a hatalma teljességével élő hierarchia, tehát a pápa, vagy a pápával egységben lévő püspöki testület visszavonhatatlanul az egyház hitének jelent ki, az tévedésmentes igazság. Másodszor, második alapelv, a hierarchiának joga van lelkiismeretben kötelezni a hívőket, akkor is, amikor nem tévedésmentesen tanít. Létezik ugyanis olyan gyakorlati bizonyosság is, amely nem abszolút és nem visszavonhatatlan, de a cselekvéshez elegendő. Nem zárja ki a tévedés lehetőségét, de kizárja a tévedéstől való indokolt félelmet. Harmadszor, harmadik elv, amit akár egy egyén, akár egy csoport a Szentlélek vezetésének minősít, az bármilyen bizonyosnak látszik is, nem tévedhetetlen, hanem alá van vetve a hierarchia ítéletének. Mindenről bővebben olvashatunk a II. Vatikáni Zsinat Lumen Gentium konstitúciójának, az egyházról szóló dogmatikai konstitúciónak 25. pontjában. Fontos összevetni ezt a 12. ponttal is, amely a karizmák működéséről és a hierarchia megkülönböztető szerepéről beszél. Egyéni vagy csoportos megkülönböztetésünk tehát nem ad tévedhetetlen bizonyosságot, de adhat elegendő gyakorlati bizonyosságot a határozott cselekvéshez. Hiszen cselekvésünk a hétköznapi életben általában nem tévedhetetlen bizonyosságokon alapul, hogy nincs megmérgezve az ebédem, vagy hogy a gyóntató atyám érvényesen tappában szentelve, azt csak gyakorlati bizonyossággal tudom, de ez a cselekvéshez tökéletesen elégséges. Viszont amikor egyházi előjáróim felülbírálják az én egyéni gyakorlati bizonyosságaimat, nekik kell engedelmeskednem. A Virai Szent Teréz gyakori vízióiban rendszeresen látta Jézust. Előjárója, Jeronimo Gracián, egy alkalommal felszólította,
kérdezze meg az urat, Madridban vagy Sevillában létesítsenek-e új Charutlan Carvert női rendházat. Jézus azt mondta Teréznek, Madridban. Teréz közölte ezt Gráciánnal, Grácián viszont megparancsolta, hogy az új ház Sevillában létesüljön. Teréz minden vita vagy habozás nélkül engedelmeskedett. Amikor Grácián azt kérdezte tőle, miért vetette alá magát az ő parancsának Jézuséval szemben, azt válaszolta, abban mindig tévedhetek, hogy valóban az urat láttam-e, abban viszont, hogy helyes az előjárónak engedelmeskedni, nem tévedhetek. Ez a karizmatikus tárgyilagosság. Grácián atya viszont, ő azért bölcsebben tette volna, ha hallgat a karizmatikus megkülönböztetésre, ő egyébként nem volt rossz szándékú ember, de egyéni elgondolásai elragadták. Bizony a szevillai házban a sátán rengeteget ártott a nővéreknek, kimondhatatlanul sokat szenvedtek, a madridi ház viszont nagyon jól jött volna a Charutlan Carvert sújtó üldözés idején. Könnyebben védhették volna magukat az udvarnál és a nunciusnál. Ez az eset tipikus példája annak, amikor valaki önkényesen és a Szentlélek ellenére él a hierarchikus hatalommal. Teréz viszont helyesen tette, hogy engedelmeskedett, a karizmatikus személy helyesen teszi, ha engedelmeskedik a hierarchiának, de a hierarchiának is oda kell figyelni a pneumatikus üzenetekre. Saját karizmáját gyakorolva figyelmes, gondos megkülönböztetésnek kell alávetnie őket. Ehhez természetesen idő szükséges, nem szabad türelmetlenkednünk. Látnunk kell tehát, hogy mind az egyszerű hívő, mind pedig az egyház hierarchiája állandóan a megkülönböztetés feladata előtt áll. Amit a Szentírás így fogalmaz meg, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől vannak-e. Az első János levél 4. fejezetének első versében olvassuk ezt. Működnek körülöttünk és bennünk Isten angyalai, de tevékenykednek a sátán angyala is. Meg kell tanulnunk a ráismerést, a Szentlélektől ajándékozott bizonyosság befogadását. Ez olykor rendkívüli formában történik, máskor köznapi módon. Egy protestáns lelkipásztornak nehézségei voltak a prédikálásban. Emberileg nem látta ennek okát, gyülekezetével jó kapcsolata volt, az emberek szerették, megkapta tőlük a szükséges anyagi támogatást is, és mégis ahányszor a szolnoki pulpitushoz lépett, valami folytogató gátlást érzett. Nem tudott felszabadultan beszélni, mintha a pulpitus megbénította volna. Nem értette a dolgot, nem tudott belenyugodni. Az Úrhoz fordult, imádkozni és böjtölni kezdett, hogy kapjon világosságot ebben a kínzó kérdésben. 7 napon keresztül folytatta. A 7. napon a gyülekezeti terem emelvényén imádkozott, ott ért el nem messze a pulpitustól, 4-szer közt volt az Úrral, egyszer, amint fölemelte a tekintetét, úgy tűnt neki, hogy meghasadt a mennyezet. A tetőgerendán, pontosan a pulpitus fölött, mintha egy embernagyságú majom csimpaszkodott volna. Megértette, hogy amit lát, nem anyagi, hanem szellemi valóság. A pulpitust egy démon tartotta kötelékben. Jézus nevében távozást parancsolt a tisztátalan léleknek, a nagy majom vonakodva engedelmeskedett, kiment a kapun, átfutott az utca másik oldalára, és eltűnt a Zöld Bungaló nevű mulatóban. Ennek nem várt folytatása lett, a mulató a következő nap estéjén leégett. Ám ettől a naptól kezdve könnyű volt prédikálni annál a pulpitusnál. Érezte ezt a lelkész, de érezték a hívek is. Sőt, amikor vendégprédikátor járt a gyülekezetben, ő is ugyanezt tapasztalta. A démoni befolyás ebben az esetben nem személyre, hanem helyre vonatkozott. A 7 napon át imádkozó és böjtölő prédikátornak Isten
a szellemek megkülönböztetésének rendkívüli karizmáját adta, amely látomásban nyilvánult meg. Ez kivételes, de előforduló eset. Az egyszerűbb formák azért jóval gyakoribbak. Avilai Szent Teréz önéletrajzából idézek a 38. fejezetből, tudjuk, hogy Teréz a 16. század nagy misztikusa, 1515-ben született és 1582-ben halt meg. Jön tehát az idézet. Egy alkalommal, mondja Teréz, miről a szentáldozáshoz járultam, lelki szemeimmel láttam, de tisztámban, mint ahogy a testiekkel észlelhettem volna, két démont, rendkívül utálatos alakban, akik úgy vettem észre, a szarvaikkal fogták körül annak a szerencsétlen papnak a torkát. Ugyanakkor láttam az én jó uramat, abban az ő felséges alakjában, amelyről beszéltem, az ostya színében, amelyet azok a bűnös kezek nyújtottak felé, mert hiszen világos, hogy azok voltak. És én megértettem, hogy az a lélek a halálos bűn állapotában van. Milyen rettenetes dolog volt az, én jó uram, látni ezt a te szépségedet olyan utálatos alakok környezetében. Remegve és félve álltak ezek a démonok a színed előtt, úgy láttam, hogy szívesen elmenekültek volna, ha te elengeded őket. Annyira meg voltam zavarodva, hogy most se tudom, miképpen tudtam megáldozni. Nagy félelem szállt meg, és úgy gondolkoztam, ez a látomás alig ha van Istentől, mert őszent felsége mégsem engedhetné meg, hogy én lássam annak a léleknek szomorú állapotát. Azonban az Úr maga mondta nekem, hogy imádkozzam az illetőért, hogy azért engedte meg nekem ezt a betekintést, mert azt akarta, hadd lássam, mekkora az ereje a konszekráló szavaknak, és hogy akármilyen elvetemült legyen is a pap, aki azokat kimondja, az Úr mégis lejön a szívek alá, és hadd lássam az ő végtelen jóságát abban, hogy ellenségének kezeibe adja magát. Szóval, hogy mindez üdvös dolog tudni nekem is, meg másoknak is. Azt is megértettem belőle, mennyivel inkább kötelesek a papok jók lenni, mint akárki más. És hogy milyen rettenetes dolog az, ha valaki ezt a legméltóságosabb oltári szentséget méltatlanul veszi magához. És hogy mennyire rabszolgálja az ördögnek az a lélek, amely halálos bűn állapotában van. Mindez nagy lelki hasznomra volt, alaposan megértette velem azt, hogy mivel tartozom Istennek. Áldott legyen érte mindörökké. Így zárul az idézet a Avilai Szent Teréz önéletrajzából. Ez sok szempontból tanulságos történet. Itt a démonok hatalma az ember fölött a halálos bűnben nyilvánul meg. Nagyon valószínűen pszichikai behatolással egybekötve. A megkülönböztetésnek itt ugyanazt a rendkívüli látomásban érvényesülő formáját látjuk, mint a protestáns prédikátor korábban elbeszélt történetében. Avilai Teréznek gyakran voltak ilyen látomásai, ezekben Isten a képi fantáziát használta föl természet fölötti mondani valójának közlésére. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a megkülönböztetés legtöbbször nem ezen a rendkívüli módon történik, hanem sokkal prózaibb, egyszerűbb eszközökkel. Arra is érdemes fölfigyelni, hogy a látomásban Isten mennyire használja a fantáziában már jelenlevő képeket. Teréz víziójában a démonoknak szarvaik vannak, ami egybeesik a hagyományos ördög ábrázolással. A megkülönböztetés egyszerűbb formáiban, amik sokkal gyakoribbak, sokszor nyílt alkalmam gyönyörködni elektronikus levelező listában. Láttam, ahogy a Szentléleknek ez az ajándéka hívő testvéreimben működik. Egy mélyen hívő mérnök metsző világossággal feltárja egy apokaliptikus fenyegetés logikai inkorrektségét, hozzátéve mindezeket elégségesnek tartom a megkülönböztetéshez. Valóban tökéletesen eleget mondott. A Szentlélek működik a hívő értelmen keresztül.
egy egyetemista lány ugyanerről a prófétai figyelmeztetésről világosan érzékeli, hogy hiányzik belőle az isteni szeretet tényezője, csak félelmet ébreszt. Ez a nővérünk így mutatkozott be a listán, nem vagyok karizmatikus. Valójában, anélkül, hogy gondolt volna erre, a lelkek megkülönböztetésének karizmáját gyakorolta, és pedig tiszta és meggyőző módon. Egy igen szerény karizmatikus közösségvezető a többiek véleményét kéri egy a bibliai hitet torz módon tálaló megnyilvánulásról, ezzel a megjegyzéssel bennem furcsa érzéseket ébresztett, valahogy az egész megközelítése sántít. Most ezek a furcsa érzések, a sántítás érzékelése a megkülönböztetés adományának intuitív jelentkezései. A torz eszmék démoni eredetűek. Személyes tapasztalatom szerint a megkülönböztetés sokszor lép föl nagyon halvány, távolinak, gyöngének tűnő intuíció formájában. Így érzékeltem egy ima összejövetelen a megtévesztés lelkének jelenlétét, csak körülbelül egy hónap múlva derült ki teljes bizonyossággal, hogy valóban súlyos téptanok voltak jelen a rendszeres résztvevőket csoportjában. Bővebben szóltam az esetről a démoni ellenállással kapcsolatban. Az ilyen halvány intuíciókat óvatosan kell követni, mert lehetnek az emberi fantázia művei is, de mégis érdemes figyelembe venni őket. Főképpen az imádságban, hiszen ha imádkozunk, azzal nem okozunk bajt. Emlékszem egy ima összejövetelre, amikor úgy éreztem, hat tisztátalan lélek van jelen. Homályos alakokként jelentek meg képzeletemben, magamban imádkozni kezdtem, hogy Jézus ereje semmisítse meg befolyásukat a jelenlevőkre. Képzeletemben sorra kidőltek, mint a kuglibábuk. Egymás után öten. A hatodik állva maradt. Ismételten imádkoztam, hogy az Úr semmisítse meg a hatodik démon befolyását is, de mindvégig azt éreztem, hogy ezt az egyet nem tudom kilőni. Talán valaki a résztvevők közül olyan súlyosan egy téveszme vagy rossz szokás rabságában volt, hogy ez meghűsította a szabadító imát. Senkit se lehet szabaddá tenni akarata ellenére. Az összejövetel ennek megfelelően alakult, a Szentlélek erőteljesen működött, de hiányzott az elemi átütő erő. Mindamellett a mai napig élek a gyanúval, hogy az egész csak az én képzeletem játéka volt. Ezzel a lehetőséggel mindig számolni kell, mert a Szentlélek működése az egyénben nem tévedhetetlen. Elmondok még egy esetet. Boldog ember vagyok, Isten tenyerén hordoz, ha fájdalmak, keserűségek érnek, általában 24 órán belül fel tudom dolgozni azokat. Valamikor azonban ez nem volt így. És a szorongások, feszültségek, amelyek 4 évtizeden át hatalmukban tartottak, még itt lapulnak tudattalanomban, és gyakran feltörnek. Néhány évvel ezelőtt egy este meglehetősen keserves lelki állapotba kerültem. Másnap fokozatosan evickélve kifelé az álom ködéből, ezekre a latin szavakra ébredtem, ott voltak a fantáziámban, origo ascendentibus. Az egész úgy hatott rám, mint egy matematikai kifejezés. Origónak, kezdetnek hívják a koordináta rendszer nulla pontját. Ascendens emelkedőt jelent. Számomra valami függvénytani vagy vektor algebrai kifejezésnek tűnt, összefüggésükben nézve a szavakat, az origo alany esetben van, az ascendentibus többes szám részes esetben. És az egész annyit jelent, kezdett emelkedőknek. Ennek nem volt értelme. Elkönyveltem, mint a félálom játékát. Azonban, míg más álmait lassan elfelejti az ember, ez a kifejezés visszatért fantáziámba, egészen addig, amíg lassan föl nem ismertem, hogy másképpen is le lehet fordítani. Az origo nem csak főnév lehet,
hanem ige is. Méghozzá egyes szám első személy. Az ascendentibus nem csak részes eset lehet, hanem előjáró szó nélküli tól-től eset is, ablatibus. Így értelmezve a mondat ezt jelenti, felmenőktől származom. És így már volt értelme. Lehet, hogy Isten azt akarja tudatni velem, érzelmi problémáim eredete valahol felmenőim, őseim életében van. Csekély pszichológiai műveltségemmel úgy tudom, érzelmi sebeit saját személyes múltjában szerzi az ember a magzathortól kezdődően. Ha a probléma örökölt, aligha a génjeimmel érkezett, sokkal valószínűbb, hogy egy több nemzedéken át fönnálló démoni befolyást örököltem. A karizmatikus szerzők ezt lehetségesnek mondják. Az irodalomban szerepel olyan eset, amikor egy szabadkőműves nagyapától örökölt démon problémát okozott egy csecsemő táplálkozásában. Magam is idézem az esetet Mágia és Hit című könyvemben. Attól kezdve nem csak önmagamért imádkoztam, hogy belső konfliktusaimtól szabaduljak, hanem őseimért is. Nevezetesen azért, akinek a problémát köszönhetem. Megbocsátottam neki, és számára is bocsánatot kértem az Úrtól, miséztem is érte, közben pedig Jézus nevében parancsoltam a feszültséget okozó démonnak, hogy távozzék el tőlem. Eltávozott. Szívesen olvasok drámai szabadulásokról szóló történeteket, és a legnagyobb örömmel számolnék be magam is ilyenről, de hirtelen változást nem tapasztaltam. Az érzelmi probléma fokozatosan enyhül, olyan módon, hogy amikor felbukkan, mind kevésbé és kevésbé veszem a szívemre. Ma sem tudom bizonyossággal, hogy valóban a megkülönböztetés adományát kaptam-e aznap reggel, vagy a fantáziám játszott velem, esetleg éppenséggel a démon tévesztett meg. De ha felmenőim valamelyike imáim és miséim révén hamarabb szabadult a tisztító tűzből, az mégiscsak jó dolog, és aligha lehet démoni befolyás gyümölcse. Továbbadtam ezt a történetet, mert érdekes, és mert akármi is volt a helyzet az én esetemben, ez is lehet a megkülönböztetés egyik formája. Isten szavakat helyez a fantáziába. Nagyon határozottan kell azonban hozzátennem, hogy a képzelődésből származó álkinyilatkoztatásoknak és az ilyeneken érdelgő hisztérikusoknak se szeri, se száma. Szívesebben elfogadom, hogy magam is egy vagyok ezek közül, mint hogy vége érhetetlen nyavajgásaikat szent komolysággal hallgassam, és ezzel önállításukban bűnrészes legyek. Mindebből látható, hogy a lelkek megkülönböztetése igen komoly feladat, amelyben sok bizonytalanságot kell legyőzni. Személy szerint általában érzékelem a hamis irányokat és a gonosz lélek jelenlétét egy intuitív élményben, amely olyan, mintha valami eltorlaszolná Isten felé vívő utamat. De mindmáig nehézséget okoz számomra a démoni megszállottság és a pszichiátriai betegség elkülönítése. Nemigen láttam még megszállottsággal gyanúsítható szemét, aki nem hatott volna ideg vagy elmebetegnek. Egy alkalommal egy fiatal férfi kérte segítségemet, aki erősen belement a sátáni praktikákba, és olvasva az interneten az exorcizmusról szóló írásaimat, föltételezte, hogy amiről írni tudok, azt meg is tudom csinálni. Még szerencse, hogy nem a kör négyszegesítéséről írtam. Ellenálltam, de olyan makacsul kitartott, hogy végül hajlandó voltam találkozni vele. A szerencsétlen teljesen elmebetegnek látszott, ám nem volt az. Kínnal beszélt, de amit mondott, az koherens és logikus volt. Nyilvánvalóan szörnyen szenvedett, így hát imádkoztam vele szabadulásért. Azonban bár némileg megkönnyebbült, éreztem, hogy ezzel nincs a dolognak vége. Nem is volt.
még sokáig zaklatott telefonhívásaival, csak hogy nem tudtam mélyebben belemenni az ügybe, mert nem volt képes tartani a megbeszélt időpontot, és ezzel lehetetlen helyzetbe hozott engem. Plébánosához utasítottam, aki ismerős volt a karizmatikus megújulással. A továbbiakról nincs tudomásom, így nem tudom, mennyire sikerült visszatérnie a normális életmenethez. Annyi bizonyos, hogy bár nem ítéltem pszichiátriai esetnek, megjelenése és viselkedése ennek gyanúját keltette. Más hasonló esetekben még erősebb volt ez a szabadító szolga, még erősebb volt ez a benyomásom, és nem is álltam kötélnek, hogy szabadítóimára vállalkozzak. Nekem nem ajánlja azoknak a szabadító szolgálatot, akik nem tudják megkülönböztetni, hogy szabadításra vagy belső gyógyulásra van-e szükség. Gyógytatói szolgálatom keretében jó magam, szívesen imádkozom mindkettőért, de egy ezen túlmenő szabadító szolgálat úgy gondolom nem hivatásom. Csodálom Smith Wigglesworth vagy Szent Padre Pio teljesítményeit, karizmáit, de én magam csak azon a területen mozgok biztosan, ahol az embereknek nem csak a gondolkodása, hanem a viselkedése is tűrhető mértékben koherens és logikus. Jézus azt mondja a hamis prófétákról, a gyümölcseikről ismeritek fel őket. A jó fa nem teremhet rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt. Máté 7.16-18. Alig ha volna jó gyümölcs, ha szaporítanánk a lelki betegek számát azzal, hogy minden depressziósból és hisztérikusból ördögöt űzünk. Ezt a szolgálatot ne tegyük meg az ördögnek. Kovács Gábort hallották.